A magyar reformkor egyik meghatározó egyénisége gróf Széchenyi István volt, akit az 1830-as évek elején megjelent művei tettek országosan ismerté. Reformprogramjának alapvető vonásait a Hitel című könyvében fektette le. Ebben hazánk további fejlődésének érdekében társadalmi és gazdasági változásokat sürgetett. Széchenyi a reformprogramja mellett népszerű kezdeményezéseivel, sikeres vállalkozásaival, gyakorlati alkotásaival szintén az újítások, a modernizáció fontosságára mutatott rá. Ehhez tapasztalatokat európai útjai során szerzett, különösen az Angliában töltött idő gyakorolt rá nagy hatást. Széchenyi már az első reform országgyűlésen magára irányította a figyelmet azzal, hogy 1825-ben felajánlotta birtokainak egy évi jövedelmét egy tudós társaság, a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. A következőket mondta. Ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom rá. Kezdeményezéséhez többen csatlakoztak, és pár év múlva törvény is született a társaság létrehozásáról. A tényleges működését az intézet 1830-tól kezdte meg, a Magyar Tudományos Akadémia nevet 1845-ben vette fel. Széchenyi aktívan vett részt a közlekedés fejlesztésében is. Például jelentős szerepet játszott a Pestet Budával összekötő állandó híd, a Lánchíd létrejöttében. Sokat dolgozott azért, hogy az építkezés pénzügyi feltételeit megteremtse, és törekvését végül siker koronázta. Az egy évtizeden át zajló munkafolyamatok eredményeként a hidat 1849-ben adták át. Széchenyi kiemelt fontosságú ügyként kezelte a Duna alsó szakaszának szabályozását, ugyanis nagy álma volt a folyó hajózhatóvá tétele egészen a Fekete-tengerig. Ebben komoly előrelépést ért el azzal, hogy 1834-ben Vásárhelyi Pál tervei alapján átjárhatóvá tette a déli Kárpátokban található Vaskapuszorost. Sőt, a Duna bal partján egy utat is építettek, amely lehetővé tette a hajók partról történő vontatását, illetve az áruk szekéren való szállítását. Széchenyit a Tisza szabályozásának gondolata is foglalkoztatta. Az ehhez kapcsolódó munkálatok megkezdése szintén az ő közreműködésével történt. A folyószabályozások ügye szorosan összefüggött a gőzhajózás előmozdításával. Széchenyi lelkes támogatója volt a dunai gőzhajózásnak, és oroszlán részt vállalt a balatoni gőzhajózás beindításában. Az első balatoni gőzhajót 1846-ban bocsájtották vízre Balatonfüreden. A kisfaludi nevet viselő jármű az Óbudai hajógyárban készült, csak a gőzgép érkezett Angliából. Egyébként itt érdemes megjegyeznünk, hogy Széchenyi a hajógyár megalapításában is meghatározó szerepet játszott. A gróf a gőzenergia hasznosítását nem csak a közlekedés fejlesztésében, hanem az ipar fellendítésében is kulcsfontosságú eszköznek tartotta. Jó példa erre az 1841-ben beinduló pesti hengermalom, amely gőzenergiával működött. Széchenyi a társadalmi élet fellendítésén is munkálkodott. Nevéhez köthető a lóversenyzés elindítása, illetve a pesti kaszinó létrehozása. Utóbbi kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy legyen egy olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, beszélgethetnek, eszmét cserélhetnek, és persze vitatkozhatnak politikai, közéleti ügyekről. Széchenyi István jelentősebb gyakorlati alkotásait még hosszan tudnánk sorolni,
de már az eddig látottak is meggyőzhettek bennünket arról, hogy méltán nevezte őt Kossuth Lajos a legnagyobb magyarnak.